Sziasztok, srácok, és újra itt vagyok egy videóval, és ismét elkezdtünk egy cségos tartalomhoz, amelyben 2v2-zni fogunk. Egy-kettő meccs fog egy ilyen részben, hát szerintem egy vagy kettő fog beleférni, és ha tetszik, akkor majd nyomjatok mindenképpen egy lájkot, és akkor fogjuk folytatni, srácok, és ha esetleg valamilyen ötletetek van, hogy milyen videót csináljak a csatornára, vagy bármi esetleg egyéb kritika, vagy bár nyugodtan írjatok le kommentbe, elolvasom, és olyan, akkor reagálok is rá, vagy megfogadom olyan tanács, stb. Úgyhogy igazából mindjárt visszatérek, amint elkezdődik ez a csodálatos 2v2, amelyben amúgy hozzátenném, hogy X-kala vagyok, úgyhogy a másikban meg Supreme. Ez annak köszönheti, hogy nem mindig tudok játszani, és van hetekig, hogy kihagyok, és hát szar vagyok néha, úgyhogy hát ebben fogunk játszani, úgyhogy nézzük is. Amúgy srácok, így még miközben amúgy nem láttátok a meccset, de kivágom ezt a meccset. 2 VH-s ellen játszottunk, esélyünk nem volt igazából, bármere mentünk, lenéztek, letartottak minket és fejbe lőttek igazából, úgyhogy kurvára szeretem ezt a gémet amúgy igazából, tehát hogy erről szól ez a szar meccs amúgy, ez a szar játék, hogy egyszerűen ki, aki jobban csal, de komolyan, egyszerűen bazd meg ezt, én nem tudom elképzelni, hogy ez a játék, ez évek óta nem tudja kiszűrni azt, hogy ne csaljanak az emberek, de komolyan, tehát hogy látjátok, hogy izébe vagyunk, ebbe a szutyokba vagyunk, úgy van indítva a game, hogy elvileg nem kéne csalókat dobni, a én sem csalok, és akkor bedobálja a csalókat, tehát hogy nem is értem, hogy mi alapján történnek ezek a dolgok, de hát megint bedobott egy ilyen level 10-es gyereket, akinek kb. 6 órája van a játékban, és értelemszerűen only headshotokat lőtt, és értelemszerűen minden pozíciót tölt, amikor bárhol mentünk, úgyhogy igazából nagyon szeretem ezt a gémet, ilyenkor nagyon kikészítem úgy, és ezért nem volt mostanában a montás sem, mert igazából matchmaking meg még rosszabb amúgy, tehát hogy a versenyünkben még izomból vagy az van, hogy nyerünk, mert csal a csapattársam, vagy az van, hogy veszítünk, mert az enem jobban csal, mint a csapattársam. Tehát igazából ez a kettő fajta meccs, ami általában van, és azon múlik, hogy melyik ki csal jobban igazából. Úgyhogy ezért tudtam 2v2-zni, mert ez igazából gyorsan le lehet zavarni, hát ugye 9 meccset kell nyernünk, vagy 9 kört, gyorsabban le lehet zavarni, csak ilyenkor elveszi az embernek a kedvét az, hogy szétcsalják az emberek. Tehát próbálsz normálisan játszani egy kicsikét, meg gyakorolni, meg egy jó videót fölvenni, és akkor ahogy bemész az első meccsbe, még már nem is csináltam semmit, érted, de kaptam a headit falon át, tehát hogy... Na gyerekek, hát újra itt vagyunk, CT-ben kezdünk. Hello bro. Ellenfél Ruszki, csapattárs is Ruszki, igazából... Nézzük meg, hogyan csalnak le minket. Tegyünk érte, hogy jobbok legyünk. Ja? Erről beszek, látjátok? Low, I was too low, bro. Ez imádom, amikor... Ó, lovos volt, mi nem ölted meg? Azért, mert nekem is 2 HP-m volt, azért. And I was too one hit. Szerintem a játékosokat. Pár HP volt, hát miért nem ölted meg? Hát lovos volt. Hát akkor miért nem ölted meg? Te, ha lovos volt. And don't lose any HP. Why are you dead, bro? Itt van amúgy már. You have 0 kill, bro. Don't fucking cry, just play. Oh, lol. You have 2 kill. Oh my god, you simple. Wow. Oh my god. You are crying to hit somebody, but you can't, bro. Shut the fuck up. Nice, again. Látjátok, geci? Legugol és fejbe lő. Don't give info, thank you. Don't help me, retard. I will play alone. I report you. Shut the fuck up, idiot. Don't say anything. Mi történik? Sose játszotok amúgy reggel, srácok. Ne játszotok reggel. Egyszerűen azt mondja, miért nem infóztam, akkor kettő volt sorton, érted? És ő látta is őket, csak meghalt tőlük. És azt mondja nekem, hogy miért nem infózok, bazd meg. Azért, mert meghalsz, te köcsög. Ezt mondjuk szét kell riportolni a rákba. Nem, srácok. Hallott egy game. Ez arra jó, ez a játék, hogy pénzt szerez belőle. Add a cuccaidat, csinálj belőle real money-t, erre jó. Ennyi. Semmi többre nem jó ez a játék. Azt, hogy játszol az... Mindjárt kapom meg az egy kokit, figyeld meg. Fuh.
Hú, de szar vagyok most meg. 3 HP long, 3 HP, 3 HP. De buta amúgy. Amúgy ez a baj igazából, hogy csalók amúgy buták, csak egyszerűen annyi előnyük van, hogy tudják, hogy hol vagy, és igazából ez sokkora nem mész. Azt nem értem, hogy hogy nem kap egy kokit, én ezt nem értem. Hogy nem kap, én mindig egy kokit kapok. Jó, most az előbb én voltam a szar, azt aláírom, az előbb szar voltam. Mindjárt mondja, hogy ő neki több kill van, figyeld meg. Most fogja mondani, hogy nekem több kill van, bro. Hú, de nagyon jó vagy. Thanks, bro. You are awesome. Offshom. Havesom-e? Itt van közel. Van in long. Látod, megint előlőtt a gyerek amúgy. Még nem is látod minket, de már előlőtt. Csicska gecik. Hát lefutó egy golyót fogsz kapni, bátya. És megöli, mi a fasz? Tuti longom van a másik. Vágod, bárhol lehetek, és csak ott néz, és googolva így néz, és fejbe kur, érted? Büdös patkány, geci. Biztos a globálban van ennyi csaló, ugye, mert hát érted, hogy jó csalók fölmennek egyből globálba, azt ott csalja szét magát mindenki. De nem. Ebben a kibaszott 2v2-ben is úgy csalnak az x-kalák, meg ezek, de szomorú amúgy, hogy x-kala a gyerek, érted, úgyhogy szétcsalja magát. Most is geci, érted? Lejön, átjön. Yes. Csapattársam is ideges. Az, hogy nem szó idegesnek lenni, ez a játék. Hiába idegeskedünk ezen. A Global Supreme-be is szétcsalnak. Itt is látod, már jön a gyerek. Tehát normális ember. Amúgy is balfasz vagyok amúgy, de hát mindegy, ez van srácok. Kurva jó mes volt. Majd a következő megpróbálom normálisabbra. Na srácok, kurva, itt vagyunk. Hello bro. Maybe nem csal az ellenfél, maybe nem level 1-esek. Reméljük. Warmabban amúgy nem volt. Nem voltak ilyen egygolyós herik nagyon. Ó, be vagyok szorítva, geci, segítsen már. Library. Yeah. Nice. Baby nem csalnak, vagy csak szarok? De majd kiderül. Uha. Erről van szó, gyerekek. Köcsöp. Erről van szó. Ott van Shorter a srác. Kapja a kokit. Innen fog jönni a másik. Gyere, bátya. Nem? Csapattársabb lövöldözik, vagy ő? Nem jó, mert apiba is van egy srác, aki már valószínűleg pitben van. Így bazd meg, átment a másik oldalra. Az a bajom, hogy a csapattársam elkezdett ráfutni Shortra, ugye a másik Shortra lévő srác, és közben rálás volt a kapiból, ugye, szóval ezért kell inkább mindig vigyázni amúgy. Don't rush bro, just play on pit. Oké. Ilyenkor igazából nem szabad rájuk futni. Úgyis nekik kell jönniük, hát mi vagyunk a CT-k, tehát nekik kell jönniük. Szerintem már látottam úgy.
One long, he's low. Okay. Dead. Nice. Miért mondtad azt, hogy api? Nincs apival senki amúgy. Bro! Where? I don't know, you are checking bro, short or apps, I don't know, but you need to check. Don't hide behind the wall. Get him. Fú, de hogy megölte, de ezt amúgy nem értem, tehát hogy elbújnak a fal mögé, érted? Neked kell nézni, hát neked van előnyöd, tesóm, tehát a ték jönnek be a site-ra, így egyértelműen CT-ként, neked nem szabad elbújni egy fal mögé. Így more. Good job. De ezt mondtam, látjátok, ha nem csalnak, akkor meg szarra szétdarálom őket. Valószínűleg ezek dupla kalák amúgy, mert lúzoltunk kettőt egymás után, ugye. De elég jók vagyunk, 11 és 2 amúgy. De szegények nem nagyon tudnak mit csinálni, az a baj. Hát ez van, tehát egyszerűen ez a Chigónak az összeállítás. Egy rendszert nem tudnak összeállítani amúgy, ez a baj. Tehát itt ez a baj amúgy. Hogy hogyan tudsz kapni X-kalát, hogyha Supreme vagy MM-be, érted? Azt hiszem neki is AWP-je van. Megint elbújt amúgy. Nem vette fel a bombát. Miért nem? Elment fel a long? Apiba ment, mert tudja, hogy longon várnám. Apiból fog jönni. Prediction God, gyerekek! Az a baj, hogy egyszerűen látod, kiszámíthatatlanok. Tehát, hogy elmondom, hogy ott volt Shorten a srác. Tudtuk. Ugye ilyenkor azt gondolja, hogy Shortra nem jövök, mert biztos azt nézi. De longra sem, mert tudja, hogy úgyis átmegyek longra. És ezért elmegyek capsre, és ez be is válik igazából kis rangba. Csak ugye nem vagyok kis rangom. Ennyi. Valószínűleg itt nem mögött. És igen. Mekkora egy csaló vagyok amúgy, geci. Eladta a bombát. Geci, hát nem segít a csapattársam, hát mi a fasz van? Aj, Istenem. Így, mure! Észre se vette a hirtelen. Áj, bazd meg! Az baj, szar a csapattársam, és semmiben nem segít. Fasz. Igen, most leszmokolt a shortot. És azt várja, hogy longoljanak. Nem várja, mint hogy bot vagyok és átfutok a smoke-on. Ő ezt nem tudja. És elment longra. Ő ezt nem tudta, hogy én átjövök. Nem, hogy azért jöttem át, mert hallottam, hogy elfutott. Nem rám fut minden is. GG srácok, hát köszönöm szépen a figyelmet. Egy jó meccs, meg egy szar meccs volt, de igazából az is egy szar meccs volt, mert nem nagyon tudtak mit csinálni, eléggé szétvertük őket, mint látjátok. Ezért mondtam, mindig 15-20 között vagyok általában, amikor nem csalnak, tehát nem is fog feldobni, látjátok, 40 vinem van már, és nem dob fel egyszerűen, mert van mindig három lúzom zsinórban, amikor csalók ellen játszok. Nem, X-kalák voltak.
Na mindegy, és köszönöm szépen a figyelmet, srácok, ha tetszett, ne féltek, hogy nyomni egy lájkot, egy feliratkozást, én Bence voltam, és hamarosan jönnék a következő résszel. Hogyha tetszik nektek, és szeretnétek még folytatást, akkor még kommentbe is írjátok meg, úgyhogy sziasztok, srácok, szép napot!